Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A 24. fordulóban hosszú-hosszú idő után változás történt a tabella élén. Fehérvári kispályás siker országos és mondhatni világszinten, de mindenről majd később, hiszen először következzen a Cooper SC Szépőszeder összecsapás. A meccsnek tulajdonképpen csak a Szépőszeder számára volt tétje. Az első osztály. Az első osztályú kispályásban a bajnokság 24. fordulójában Cooper SC Szépőszeder. Két mezben, jobbról balra a Cooper, még fehérben a Szépő együttese. A Cooper SC jelenleg a középmezőnyben foglal helyet, míg a Szépőszeder a kiesés elől menekül. Cooper jelenleg a 8., 28 ponttal, a Szépő pedig a 11., 19 ponttal, azonban nagyon szoros a hátsó régió. Itt tehát ott fordulóról fordulóra, mérkőzésről mérkőzésre változik, hogy melyik az a három együttes, amely kiesik, illetve kieső helyen áll az első osztályban. Jelenleg a Szépőszeder 11. helyével ott van. Így tehát mindenképpen nyernie kellene a fehérmezes együttesnek, hogy életben tartsa első osztályú tagságához fűzött reményeket. Balla Róbert passzolta hátra a labdát Vörös Attilának, és aztán a kapus Mágó avatkozik játékba. A Szépőszeder meglehetősen szűk kerettel, csere nélkül állt ki a mérkőzésre. De ugyanez elmondható a Cooper SC-ről is. Itt tehát a végén nagy kérdés lesz, hogy ki bírja jobban. Az imént éppen Nagy Péter vette célba a Szeder kapuját, a labda azonban elkerülte azt. A két együttes összeállítása a Cooper SC kapuját Csajági János védi, kettessel Blaski, hetessel Bíró Csaba, ötössel Dóci Dániel, kilencessel Nagy Péter és 13-assal Nagy Attila. Még a másik oldalon Mágó Balázs a kapuban, 15-össel Pintér Máriusz, 9-essel Vörös Attila, 10-essel Balla Tamás, 7-essel Balla Károly és 4-essel Balla Róbert. Bóci szerzett labdát. Balla Róbert, Balla Tamás. Nagy Péter lábáról vágódik ki a labda. A két együttes őszi találkozóján 5-5-ös döntetlen született. Nagy csata volt akkor is a két gárda között. Most éppen Pintér Máriusz lőtt a kapu fölé. Nagy Péter szép a csel, és még a vonal előtt bent tartotta, de elvesztette a labdát. Balla Róbert, Balla Tamás pedig már nem indul meg vele, hiszen megszólalt a játékvezető síp szava. Szép új szabadrúgás. Balla Tamás, szép kombináció, Csajáginak kellett vetődve védenie. Nem igazán látta jól a labdát, takarásban volt. Bíró Csaba. Pintér. Vörös nem tudta bent tartani. Cooper bedobás. Az előző idényben mindkét csapat az 1B-ben, vagyis a második vonalban szerepelt. Blaski, szép volt a csel. Lövése nyomán azonban a labda elkerülte a Szépő kapuját. Balla Tamás.
Nagy Attila támadta. Az 5. percben járunk. 0-0-ás mérkőzés állás. Balla Róbert. Vörös. Bíró fejelte ki. Balla Károly. Bíró szerelte. Nem történt szabálytalanság. Nagy Péter azonban elveszti a labdát. A sarkához érkezett. Pintér Csajági hárította a lövését, és szöglet lett a dologból. Pintér végzi el a szögletet. Balla Róbert érkezik, és bizony meglehetősen rosszul találja el a labdát. Bedobás. Várni kell, hiszen a szép hű egyik játékosa, Pintér Máriusz cipőfűzőjét kötötte meg, és hát a fair play értelmében ilyenkor áll a játék. Balla Róbert, Pintér, Balla Tamás. Nagy Péter becsúszó szerelése, Vörös, nagy az iram, így az első percekben Nagy Attila. Vörös. Nagy Attila tette vissza a labdát Csajági kapusnak. Dóci. Bíró. Laski. Balla Róbert vált ki rá. Bíró. Laski. Nagy Attila. Nagy Péter elveszti. Nagy Péter a labdával. Három ember között próbált elmenni, ez nem sikerült, Balla Tamás piszkált bele. Bíró. Nagy Péter, megint Balla Tamás az, aki tisztáz. Most is nála a labda, a bíró fejeli vissza. Nagy Péter. Óriási küzdelem a mezőnyben. Egy eradott labda. Nagy Attila. Dóci. Nagy Attilával vált, aztán Nagy Péterhez kerül, vissza kellett fordulnia, hiszen a háta mögé érkezett a labda, nem is érte el. Pintér. Balla Károly. Balla Róbert. Blaskiról vágódott le. Balla Tamás. Nagy Attila szerez labdát. Vörös tartotta fel. Cooper szabadrúgás. Laski és Nagy Péter a labda mögött. Most már csak Laski Gábor maradott. Két tagú a sorfal. Nagy Péter. Vörösről vágódott ki. Nagy Attila. Balla Tamás piszkált bele. Aztán Pintér indul meg. Ballábas lövése, elkerüli a kaput. Tapsot kap a játékos társaktól. Marad a 0-0-ás eredmény. A 9. percben járunk. Balla Károly. Még mindig ő. Balla Tamás középen, és aztán most már Dóci hozhatja ki. Nagy Attila, Balla Róbert érkezik. Szép hőszeder szabadrúgás. 9. percben. Balla Tamás lövése pedig mellé száll. Bíró. Dóci. Nagy Péter. Kirúgja.
vörös sarokkal szöglet. Nagy Péter, Nagy Attila egészen hátra, saját kapusáig. Nagy Attila, Dóci, Blaski, Bíró, Nagy Péter vörösről fordul le, pontosabban csak fordulna, hiszen vörös majdhogy nem lerántotta Nagy Péter nadrágját. Nagy Attila végzi el a szabadrúgást, Balla Róberten pattant meg. Cooper szöglet a 11. percben Nagy Péter fölé. Veszélyes volt. Vörös. Nagy Péter szerez labdát, és 1-0-ra vezet a Cooper SC. Nagy Péter támadta meg a labdával bíbelődő Vörös Attilát. Megszerezte a játékszert, és a kapu jobb oldalába lőtt. A 11. percben 1-0-ra vezet a Cooper SC. Mágó. Vörös. Balla Károly. Elveszti. Blaski bedobása. Csajági. Nagy Attilának gurítja ki a labdát, aki hátra érkezett labdáért, Bíró. Túlságosan mély. Balla Tamás. Balla Károly. Bíró. Nagy Péter. Vörös szerelte. Balla Károly. Pintér állva várta a labdát. Így Dóci visszaérkezett és szerelt, szögletre mentett. Pintér szöglete át a túloldalra, Vörösnek túlságosan magas. Csajági. Nagy Attila. Dóci csúsztatta meg, Nagy Péter, Blaski. Vörös és Balla Károly zárták ollóba Blaskit. Cooper szabadrúgás. Blaski végzi el a szabadrúgást, nem is volt rossz. Mágónak kellett hárítania. 13. perc, 1-0-ás Cooper vezetés. Blaski vissza saját térfélre. Bíró indul be, nem kapja a labdát, Dóci viszont igen, Balla Károly azonban szereli. Pintér Máriusz, Nagy Attiláról vágódik le a labda. Szép hőbedobás. Pintér inkább lábbal végzi el, Vörös mellé. Nagy Attila leveszi a labdát, aztán lő a kapu mellé. Balla Tamás. Balla Károlyal kényszerítőzött, aztán Pintér Máriusz, Balla Róbert. Pintér kapja vissza a vonal mellett, Dóci érkezik, és kiarcol egy bedobást. Nagy Attila. Mágó. Balla Károly. Balla Tamás, Csajági vetődött ki a kapujából. Nagy helyzet volt most ez a szép hő előtt. Balla Károly bedobása. Nem talál játékos társat.
szép őszeder utoljára a 21. fordulóban nyert, május 7-én. Mi pedig 5-3-ra a fészek építők ellen. Majd utána egy 8-7-es vereség a Fedél Kft-től. Majd pedig egy 3-0-ás vereség a Csépuszétől. Ám ezen a találkozón nem játszottak mérkőzést az együttesek, hiszen a szép őszeder nem állt ki teljes létszámmal. A Cooper SC a legutóbbi fordulóban gólgazdag 9-2-es győzelmet aratott a bádogos felett, és egy sárgalapos, vagyis kétperces kiállítás Balla Károlynak. Mindez pedig, ha jól gondolom, színészkedésért, és lehet, hogy még némi beszéd is csatlakozott ehhez. Védelmi hiba, Nagy Attila, Vörös érkezik önfeláldozóan. Pintér most tehát 2 percig emberelőnyben a Cooper SC. Balla Tamás, Balla Róbert felé. Blaski szerez labdát és kézzel ér a labdához. Szép hőszabadrúgás. A Cooper 2 fordulóval ezelőtt a Blue Hétfőt is igen nagy arányban magabiztosan verte 7-0-ra. Előtte azonban beleszaradtak egy rendkívül kellemetlen zakóba. A Bombontól kaptak 11-1-re. Bíró Nagy Péter estében nem találta el a labdát igazán jól, sőt meglehetősen rosszul. Csajági nem ért bele túl szerencsésen a labdába. Csere közben a Cooper SC együttesében Nagy Péter helyére 8-as számmal Király Zsolt állt, és ebben a pillanatban már 2-0-ra vezet a Cooper, mégpedig Nagy Attila a gólszerző. Kihasználta az emberelőnyt tehát a Cooper SC. A 18. percben 2-0 az eredmény. A két nagy a gólszerző. Blaski, Dóci. Dóci még a kapu előtt keresztbe. Vörös íveli előre. Túlságosan hosszan. Balla Róbert állítja meg a labdát. Király Zsolt. Balla Tamás szerez labdát. Pintér. Jó a csel. Bíró mellett ment el. Aztán ő is ellövi a labdát a kapu előtt keresztbe. Nagy Attila. Csajági. Balla Károly szerez labdát, aztán vissza kellett fordulnia, mert igencsak pörgött és irányt változtatott a labda. Balla Károly bedobása Blaski. Nagy Attila emeli ki. Dóci. Balla Róbert kemény becsúszó szerelése egyelőre hatástalan. Marad a labda a Coopernál. Coopernél Dóci lőtt kapura. A labda azonban fölé szállt. Balla Károly, Pintér érkezik segíteni, Vörös kapja. Balla Tamás, Balla Károly,
A túloldalon balra Róbert érkezett teljesen üresen, nem vették észre a társak. Pintér. Vörös. Kint volt. A 20. percben járunk. 2-0-ás Cooper vezetés. Bíró. Balla Tamás. Balla Károly. Nagyon tömörülnek a Cooper védői. Pintér. Balla Károly középre. Blaski volt résen. Balla Tamás. Nagy Attila. Dóci. Vörös fületele az átadást. Aztán kioszt egy kötényt. Pintér. Balla Tamás. Balla Róbert, majd Balla Károly a labdával. Balla Tamás. Bíró őrizte jól. Balla Róbert. Vörös. Dóci szerez labdát. 2-1-ben indulhatnak meg a Cooper játékosok. Király Zsolt. Még mindig ő át a túloldalra Dóci, és el lehet puskázni még ezt a helyzetet is. Pintér. Balla Tamás. Megint csak Dóci szerez labdát. Aztán visszaszerzik a fehérmezesek. Pintér. Mágó. Blaski. Vörös. Bíró. Dócihoz kerül a labda. Nagy Attila. Szép hőbedobás. Balla Róbert. Balla Tamás. Hárman vették körbe. Dóci. Elveszti. És aztán elrúgja a labdát, meglehetősen sportszerűtlen megmozdulás volt. A sípmesterek nem figyelmeztetik. Balla, aztán Blas kiemeli ki. Balla Károly bedobása. Balla Tamás. Óriási lehetőség volt. Azonban az emelés egy picit nagyra sikeredett. És az irányzás sem volt túl jó. Blaski. Nagy Attila. Király Zsolt középen egyedül. Túlságosan hosszan vette át a labdát. Messze pattant tőle. És ezt Mágó használta ki. Király. Dóci. Óriási kapufa. A felső lécet találta telibe. Aztán Nagy Attila lövése után már Mágó másodszor birtokba veszi a labdát, másodjára pontosabban. Bíró. Balla Tamás szerez labdát. Még mindig ő. Blaski, Balla Károly, Balla Tamás, Balla Károly kapja vissza, és Pintér ügyel bajjal, de szépít. 2-1 az eredmény a mérkőzés 24. percében. A gólszerző Pintér Máriusz. Bíró. Ez bizony átszáll a fejek felett. Szép hőbedobás. Mágó. Balla Károly. Pintér. Beküzépre. És első a lábak között a labda. Balla Tamás várta volna középütt. Azonban vissza kellett volna lépnie, vagy másfél lépést, hogy elérje a labdát.
Csajági nem foghatta meg. És vége az első félidőnek. 2-1-es Cooper vezetésnél fordulnak az együttesek. Megkezdődött a második félidő, 2-1-es Cooper-es szélvezetés. Nagy Attila. Nagy Péter. Nagy Attila kapja vissza, kapufa! És aztán most szabadul fel a szép kapuja. Balla Károly. Blaskiban akad el. Pintér mellé. Bizony itt lehetett volna az egyenlítési lehetőség. Beletalás mellel, aztán Király Zsolt hozzá a labdát. Nagy Péter terdíti tovább. Vörös. Balla Károly. Balla Tamás a középkörben. Balla Károly. Balla Róbert. Vörös. Jól járatják a labdát most a szép hőjátékosai. Be a labdát, Csajági ugrott ki a kapujából. Balla Róbert. Blaski. Nagy Péter. Blaski kapja vissza. Balla Róbert lépett közbe. Balla Károly. Bóci. Nagy Péter. Bóci. Király. Szabadrúgás kifelé. Balla Károly. Blaski mellett elmegy, Csajági hárít lábbal. Nagy Péter. Elakad a labda. Balla Tamás rögtön átteszi a túloldalra Pintérnek. Lő, 2-2! Pintér a kapu előterébe lőtte a labdát, és a jobb kapufánál Balla Károly jól állkodott, aki egyből a hálóba pofozta a játékszert. 2-2 az eredmény. A 28.-29. percben. Közben egy gól a másik oldalon is. A Cooper SC szerez vezetést, 3-2 az eredmény. A gólszerző pedig Dóci. Mindez a 30. percben. Némi szóváltás. Nagy Péter, Nagy Attila. Még mindig ő. Mágó ért bele.
Nagy Attila bedobása, Nagy Péter fejese pedig a kapufán csattan, aztán Király lövése, lövése pedig a kapu mellé száll. Perc, 3-2-es Cooper vezetés Balla Károly. Még mindig ő. Dóci. Szép védés. Hágó Balázs mutatta be. Balla Károly. Pintért futtatja. Pintér viszi el. Kirúgás. Blaski. Király, Nagy Péter, Király fölé. Bizony most mindkét oldalon sok a helyzet. Felváltva vezetnek támadásokat az együttesek. Balla Róbert, Vörös. Blaski, Nagy Péter, Cooper szabadrúgás, Csajági kapus, Balla Róbert, Balla Tamás egyből, Csajági. Jól őrizte most a kaput. Még kint a hatos vonalnál is. Balla Károly. Balla Tamás. Blaskit próbálta becsapni. Ez egyenlőre nem sikerült. Csajági kidobása Blaski. Dóci. Nagy Péter. Vörösről vágódik le. Dóci. Nagy Péter kapja vissza mellé. Lecsúszott a lábáról. Balla Róbert. Nagy Attila őrizte, támadta. És bizony szabálytalan volt. Szép szabad rúgás következik. És aztán Vörös Attilát kell figyelmeztetni. Dóci. Vörös kíséri ki. Aztán ő dobja be a labdát. Balla Tamás. Dóciról fordul le Balla még. Nem tudta beadni középre Balla Károlynak. Balla Tamás, szöglet, Blaski ért bele utoljára, Balla Károly szöglete, Dóci fejeli ki. Balla Károly, hárman vették körbe, Blaski. Nagy Péter, 4-2. Nagy Péter második gólja, 34. perc. 4-2-re vezet már a Cooper SC. Ismét két gólos előnyre tesz szert a Cooper. Nagy. Távoli lövés, Mágónak kellett védenie, szöglet. Dóci. Vörös benakad el. Balla Róbert. Pintér. Vörös. Balla Róbert. Nagy Attila szerez labdát. És jól is tartja. Dóci. Király zárkózik fel. Aztán eladja.
Nagy Péter. Fölé. Király fejjel haza Csajáginak. Laski, Dóci, Nagy Attila, Dóci kapja vissza. Nagy Péter szép, nagyon kijátszották most a szép hővédelmét. 5-2 az eredmény. 36. perc. És megint Nagy Péter a gólszerző. Bala Tamás, Király, Nagy Attila, Mágó védett lábbal. Király. Csajági. Elveszti a labdát, és Bala Károly pedig nem él az ölébe pottyant lehetőséggel. A kapu mellé gurult a labda. Nagy Attila. Nagy Péter egyből középre. Pintér azonban lefülelte az átadást. Laski fel a magasba. Dóci. Nagy Péter. Nagy Attila. Dóci kapja vissza. Mágó. Ölpor szinte ragadt hozzá a labda. Király szerez labdát. Aztán Bala Róbert javítja hibáját, visszaszerzi a játékszert. Király. Dóci. Nagy Péter. Vörös érkezett rá szabálytalanul. Kilencedik perc. 5-2-es Cooper-es C-vezetés. Nagy Attila. Most nem értették meg egymást a társak. Pintér. Vörös. Balla Károly. Balla Tamás fordul le. Blaskban elakad. És ez pedig elpattog a kapu előtt. Nagy Attila csúsztatta meg Dóci egyből fölé. Bala Róbert, Bala Péter, aztán megint Bala Róberthez kerül vissza a labdaelnézés, nem Bala Péter volt, hanem Nagy Péter természetesen. Bala Károly, Pintér. Bala Tamás Csajági vetődött ki, és ebből fordulhatnak a kékmezesek, Dóci. Nagy Attila egy picit a háta mögé érkezett a labda. És így meg kiúsult a Cooper akciója. Nagy Péter szöglete, Dóci lő, levágódik. Csajági jön ki a kapujából. Egészen a 9-esen kívülre, és ő szabadított fel. Pintér. Vörös. Balla Tamás. Pintér. Balla Károly. Balla Tamás mellé. Centiméterekkel ugyan, de a labda a kapu mellé száll. Szöglet. Balla Károly szöglete. Király fejeli ki. Nagy Péter. Dóci érkezik. Ketten vezethetik a kapusra, és Király a kapu mellé. Üres volt a kapu. Király Zsolt azonban nem talált be. Bala Tamás. Bala Róberttel váltott, aztán Bala Károly és játékba avatkozik. Blaski. Nagy Attila. Blaski.
Nagy Péter. Nem tudja áthámozni magát egyelőre a szépű védelmén. Dóci. Nagy Péter megelőzte a kifutó Mágó kapust, és a hálóba juttatja a Cooper 6. gólját. Nagy Péter 4. találata a mérkőzésen. 6-2 az eredmény. A 42. percben. Balla Tamás, Pintér, szép volt, azonban a labda célt téveszt. Kirúgás. Nagy Attila, Nagy Péter, Balla Károly szerel. Balla Károly, szép gól volt, 6-3. Mindez a 43. percben. Király. Dóci. Ott nem érkezett senki. Balla Károly fordul le. Nem tudja kicselezni a kapust lábbal. Piszkált közbe Csajági. 3-1-ben. Nagy Attila át a túloldalra. Pontatlan. Vörös. Balla Tamás. Balla Tamás még. Szép hőbedobás. Csajági húzza le. Nagy Péter. Balla Róbert szerelte. Azonban a labda elhagyja a játékteret az oldalvonalon. Cooper bedobás. Vörös. Balla Tamás. Dóci. Egészen hátra a saját kapusáig. Balla Károly. Balla Tamás perdíti fel. Balla Károly elesik. Nem történt szabálytalanság a játékvezetők szerint. Nagy Attila, Dóci, Nagy Attila kapja vissza, és Balla Róbert lépett közbe. Balla Károly, Csajági előzi meg. Dóci. Nagy Attila, Mágó. Cooper bedobás. Király. Nagy Péter. Balla Károly. Blas kilépett ki. Vörösről vágódik le. Balla Tamás. Dóci. Király. Dóci. Nagy Péter. Mágót találta el. 44. perc. 6-3-as Cooper vezetés. Laski. Király. Csajági. Blaskitól kapja vissza. Micsoda kapus hiba. Blaski passzolni akar talán inkább, Mágó, alatt pedig a labda a hálóba vánszorog. 7-3 az eredmény, a Cooperes célja mára a 45. percben. Tehát. Balla Tamás bíróval birkózott. Balla Róbert, Balla Károly,
Csajági véd, és másodszor és harmadszor pedig Glaski fejeli ki. Csajági János a Cooper-es szélkapusa nagyon együtt él a játékkal. Vörös, Balla Tamás. Pintér. Glaski. Balla Tamás kapott egyet a lábára Glaskitól. Szép hőszabad rúgás következik majd, amint Balla Tamás felépül. 47. perc. 7-3 Balla Károly, és megint csak Csajági lépett közbe. Balla Károly bedobása, Csajági. Góci. Jó volt a csel. Király. Bíró. Elvesztik a labdát. Balla Károly. Balla Tamás. Bíró érkezik és szerel. Balla Károly nem tud kapura fordulni. Király. Dóci. Balla Róbert. Pintért futtatja a vonal mellett. Pintér még. Balla Tamás. Gól. 7-4. Balla Tamás a gólszerző. De hát valószínű, hogy most már ez a hajrá későinek tűnik, hiszen a 49. percben járunk. Mágó dobja ki, Pintér. Vörös. Balla Károly. Balla Tamás mellé. Csajági. Balla Tamás szerez labdát. Még mindig ő, Csajági vetődik ki. A labdát érte előbb Csajági keze, az tény. A sípmester pedig büntetőt ítél. És Balla Tamás maradott ítélet végrehajtóként. Minden játékosnak, minden más játékosnak pedig át kell sétálni a felezővonalon túlra. Csajági megfogja Balla büntetőjét. Maradt tehát a 7-4-es mérkőzés állás. És aztán némi szóváltás Balla Tamás és Csajági között is. Ezért Balla Tamás 2 perces büntetésben részesül, aztán most már Balla Károly veszi át testvére szerepét. A végére elszakad a cérna, úgy tűnik a játékosoknál. Balla Tamás még nem hagyja el a játékteret, a rendes játékidő pedig már lejárt. 7-4-es Cooper vezetés. És valószínű, hogy itt már nem is lesz változás. Ember hátrányban fejezi be a mérkőzést a szép hőszeder. Balla Károly.
Balla Robert keresztezett. Nagy Péter. Bala Károly húzza el a lábát, ő is kap egy sárga lapot, vagyis 2/5 percet, nem is 2-t. Szándékos szabálytalanságért 5 perces kiállítás Bala Károlynak. Kettős ember hátránya a szép hőszedernél. És vége a mérkőzésnek. Tehát némi közjátékkal zárul a Cooper SC szép hőszeder összecsapás, de a találkozót azt kell mondjam, teljesen megérdemelten nyerte a Cooper SC 7-4 arányban. A bajnokság vége felé egyre inkább kiütközik az egymás ellen mérkőző csapatok közti különbség, hiszen igen nagy gólarányú győzelmek születtek a héten. Lássuk az összefoglalókat. A jelenleg második helyen álló Bombon a hetedik és az utóbbi időben igencsak gyengélkedő Blue hétfővel találkozott. A Bombon esetleges győzelmével átvehette volna a vezetést a tabellán, és a fehérmezesek ennek megfelelően játszottak az 50 perc alatt. A Blue hétfő látva a Bombon fölényét teljesen megadta magát. Igaz, szépítő találatra futotta a kékek erejéből, de csupán asszisztáltak a bajnok aspiráns gólra törő és magabiztos játékához. A 3 pont sorsa már az első fél időben eldőlt, hiszen 9-1-es Bombon vezetésnél fordultak az együttesek. A második játék részben a Bombon már csak növelte előnyét, és 11-2-re nyerte a találkozót. Felvételesen szétestünk, nem most, az utóbbi 5 meccsen. Hát kaptunk, ha jól számolom, 5 meccsen 40 gólt. Sorrendben 6, 6, 7, 10, most 11. Már várjuk a végét nagyon. Utólag azt mondhatom, hogy egy könnyű mérkőzés volt, de erről mi is tehetünk. Úgy látom, hogy összeért a csapat, most már a végére sorozatban rúgjuk a gólokat, tehát nem az első ilyen nagy arányú győzelmünk volt. Jó a csapatunk, nem akarom elkiabálni, hogy a legjobbak vagyunk, van sok jó csapat rajtunk kívül, de most egy kicsit a szerencse is mellettünk van. Ilyenkor több olyan dolog bejön, ami esetleg máskor nem, de úgy gondolom, hogy megérdemeltek az ilyen nagy arányú győzelmeink. A 12. fészeképítők és a 13. korral kiesési rangadón randevúzott. Már az első percekben kiderült, melyik együttes menekül elszántabban a kiesés elől. A fészek nagy iramban kezdett, és a lerohanásnak meg is lett az eredménye. 4-0-ás narancsvezetésnél a fészek játékosai visszaálltak, így a korral is veszélyeztethette ellenfele kapuját. Fordulás után a sereghajtó korral 1 gólra felzárkózott, de az építők ekkor sem engedte ki kezéből az irányítást. A korral látva ellenfele találatait lemondott a pontszerzésről, és többször nem rezegtette vetélytársa hálóját. A végeredmény 10-3 a fészeképítők javára, életben tartva így a bentmaradási reményeket. Nem 6 pontos, hanem legalább 9-12 pontos meccs volt a mi szemszögünkből nézve. Mint a múlt héten is mondtam, hogy ha papírformát játsza mindenki, elméletileg tabella helyezkedés szempontjából, akkor még van esélyben maradásra, és ez a 3 pont, ez most nagyon kellett nekünk. Nem láttam a csapatban azt a tüzet, amit esetleg 6-8 fordulóval ezelőtt meg tudtunk csinálni. Tudtunk jó mérkőzéseket játszani, és ezen a mai meccsen az ellenfelünk sokkal jobb volt nálunk, el kell ismerni. Jobban akarták a győzelmet, és ők még benne szeretnének maradni, úgy látszik ebben az első osztályban, amiben mi is szerettünk volna, de sajnos úgy néz ki, hogy erről már lecsúszunk. Az élmezőnyben való maradásról döntött a Fedél Kft. Aprilia motoros volt összecsapás. A 3. helyen álló sárgamezes Fedél szervezetten védekezett és hatékony támadásokat vezetett ellenfele kapujára. Többnyire az Aprilia védelmi hibái is közre játszottak abban, hogy a mérkőzés már az első 25 percben eldőlt. 5-0-nál fordultak a gárdák, és a második félidőben a dobogóra törő Fedél tovább növelte előnyét. Az Aprilia igaz szépített, azonban nem tudta megállítani a Fedél hengert, így a végeredmény 11-2 a Fedél Kft. Javára.
mert mostában nem játszottunk ilyen jól, bár az eredmény az jött, de nem ilyen arányban. Hát ma kijött a lépés elfáradt, nem is fáradtak el annyira, mert azért fiatalok még jó erőben vannak, de azért a csere kell azért itt 50 perc alatt. Nekünk ez a harmadik helyez cél volt, de nem tudom, talán a végére egy kicsit kiengedtünk, nem igazán jön össze a játék egyrészt. A játékosok sem jönnek össze, nincsen cserénk folyamatosan. Jól játszott a Fedél, jobbak voltak, mi jobban tartották a labdát. Igazából küzdöttünk, hajtottunk, de azt hiszem az eredmény ezt tükrözi a két csapat közti viszont jelen pillanatban. A negyedik helyen tanyázó C plusz V a kieső régióból menekülni vágyó Sünés barátaival találkozott. Szinte az egész összecsapásra kiegyenített küzdelem volt jellemző. A C plusz V szerzett vezetést, de a Süni rögtön egyenlített. A félidő zárás előtt ismét a tavalyi bajnok jutott előnyhöz. A második félidőt nagyon jól kezdte a Süni és barátai, hiszen kiegyenlített. A C plusz évek próbálta döntésre vinni a dolgot, nem sikerült. A hajrában a Süni kiszabadult, de ők sem találtak a hálóba, így a végeredmény igazságos 2-2 lett. Minden pontnak örülni kell. Az az igazság, hogy mostanában sikertelenségek voltak inkább. És hát a mérkőzés később kezdődött 16 perccel, mi egy kicsit úgy lemerevettünk, öregek vagyunk, már bemelegítettünk egyszer, de úgy éreztük, hogy a sportszerűség miatt kell egy éles meccset játszani, pláne, hogy ők a kiesése ellen veszélyeztetve vannak. Végül is nekünk minden pont számít, tehát a bennmaradásért vívott csatában minden pontra szükségünk van. Egyértelműen jobb lett volna a 3 pont, de hát azt mondom, hogy igazságos volt a mérkőzés eredményet. Annak ellenére, hogy rúgtunk 2 vagy 3 kapufát, ha jól emlékszem. Mennyire játszott közre, hogy tulajdonképpen a csapatból többen is már Kóreába készültek? Igazán nem. Annyiban maximum, hogy még ez a lehetőség tényleg, hogy sikerült megnyernünk ezt a Budapesten ezt a kis pályás tornát, és tudunk utazni Koreába. Ez inkább feldobta azt a 3 embert, aki a csapatban szerepel. Igen, izgalmas találkozóra sikeredett a középcsapat Klubfeca és a Bádogos csatája. Mindkét együttes nagy irányban kezdett, sokszor forogtak veszélyben a kapuk. A Bádogos agilis játékának köszönhetően 3 gólos előnyre tett szert. Az első félidő végén a Feca magára talált és szépített, sőt, fordulás után egyenített és a vezetést is átvette a fehérmezes együttes. Ezután a Bádogos percei következtek, megfordították az eredményt a kékek, és újabb fordulatra már nem maradt idő, így a meccset 7-5-re a Bádogos nyerte. Az elején egy kicsit úgy érzem, hogy nagy mellénnyel léptünk pályára, szerintem lehet így fogalmazni, és rögtön vezetés szerzett a Bádogos, 1-3 gólost, ezt sikerült kiegyenlítenünk, utána meg magunkévára fordítottuk a mérkőzést, és pont amikor már elhittük, hogy megnyertük a mérkőzést, akkor tudtak ők 2 olyan góllal, hát ezt látni lehet, tehát egy saját játékosról bepattan a labda, szóval ez egy eléggé ilyen, hogy is mondjam, szerencsés mérkőzésnek mondható a Bádogos szemével. Azt hiszem, egy kicsit összeszedte magát a csapat, érezhetően annak, hogy elég veszélyes helyzetbe kerültünk. Ha most nem nyertünk volna, akkor nagy valószínűséggel búcsút intettünk volna az első osztálynak, és azt hiszem, ez motiválta a csapatot. A 24. forduló eredményei Bonbon Blue hétfő 11-2, Fészeképítő Koral 10-3, Fedél Kft. Aprilia Motorosbolt 11-2, C plusz V Sünés barátai 2-2, Klubfeca Bádogos 5-7, Cooper SC Szépőszeder 7-4. Hosszú idő után változás történt a tabella élén, a Bonbon került az első helyre 49 ponttal, és második a Turuline, szintén 49 ponttal, azonban a Bombonnak a gólaránya is, és az egymás elleni eredmények mérlege is jobb. A harmadik helyen a Fedél Kft. Áll 45 ponttal, negyedik a C plusz V, ötödik az Aprilia, hatodik a Klubfeca, hetedik a Cooper SC, nyolcadik a Blue Hétfő, kilencedik a Bádogos, tizedik a Fészeképítők 21 ponttal, és a kieső helyeken 11. a Süni és barátai 20, 12. a Szépőszeder 19 és 13. a Koral 17 ponttal. Az 1B 24. fordulójában Lancaster-Köfém Fehérvíz 4-3, Polyák BT Zöldker 11-2, Maratonsport Track Trailer 1-2, MÁV Gépészet Ságépítő 4-3, Más Tészta Shellgáz 5-0, Hungária Taxi Dekkebau 3-7, Fevita Fehérvárhorgász volt 9-2. Itt a MÁV Gépészet áll az éren 54 ponttal, második a Fevita 52 és harmadik a Polyák BT 50 ponttal. A kieső helyeken pedig 11. a Hungária Taxi 24, 12. a Fehérvárhorgász volt 20, 13. a Lánkásztkőfém 18 és 14. a Shellgáz 6 ponttal. És amit már említettem, a Fedél Kft. A Bonbon, a Süni és barátai és a Turuline játékosaiból verbuvált kispályás együttes
elhódította a Juventus foci VB bajnoki címét. A csapat jutalma egy hétnapos koreai utazás a világbajnokságra. Azért is indultunk, mert láttunk esélyt, hogy meg tudjuk nyerni. Tehát olyan volt a kiírás, hogy profi játékosok nem játszottak, tehát NB1, NB1B, NB2-es futballisták, és kispályás NB1, NB2-es játékosok, akik az országos NB1-es, NB2-es bajnokságban játszanak, nem játszottak, és így úgy éreztük, hogy reális esélyünk van rá. Most ahhoz, hogy tényleg meg tudtuk nyerni, az öt szerencse is kellett. Az utolsó pillanatban kaptuk meg a lehetőséget, mert több mint 500 csapat nevezett, és hát mi a várakozó listán voltunk, és úgy nézett ki a dolog, hogy nem is tudunk indulni, viszont szerencsénkre egy csapat elfelejtette befizetni időben a nevezési díjat, és ezért szóltak nekünk, és így sikerült kijutnunk erre a rendezvénysorozatra, ami Budapesten volt a Fehérvári úton az Aranyászok futballarénában. 32 csapat nevezhetett, és időrendi sorrendben fogadták el a nevezéseket. Ezután a csapatok megkapták a válogatottak neveit, és úgy sorsolták be őket csoportokba. A csoportok ugyanazok voltak, mint a VB-n. Kialakult csoportok, és így is ment le vége a menetrend. A nyitó mérkőzés is Franciaország-Szenegál volt, úgyhogy eléggé jól sikerült szerintem ez a rendezvénysorozat. Milyen várakozásokkal indultatok neki a tornának? Hát úgy indultunk el, hogy mindenképp szeretnénk utazni Koreába, így is álltunk össze a csapatot, mert a fehérvári kispár csapatokból verbúválódtunk össze, Bozai Attila szervezésében. És azért indultunk, mindenképpen az első háromba szerettünk volna bekerülni, és hát így jött össze az elődöntőbe, szerintem egy erősebb csapatot vehetünk meg, mint a döntőbe, de hát így is sikerült a döntőt megnyernünk, és így utazhatunk Koreába. Köszönjük a kérdésre, kinek fogtok szurkolni a VB-n? Természetesen USA-nak, ez egyértelmű. Igen, és hajrá USA! A 25. fordulóban, azaz a jövő héten a Bádogos a Bombonnal, a Corolla Fedéllel, a Turuline a Blue Hétfővel, az Aprilia a C plusz V-vel, a Szép Őszeder a Klubvecával, még a Suni és barátai a Cooper-es C-vel csap össze. A jövő héten a Fészeképítők lesz a szabadnapos együttes. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!